Szépszámú érdeklődő, a Waldorf közösség, illetve a Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület tagjai gyűltek össze a pentelei Waldorf iskolában vízkereszt alkalmából. Az intézményben egy színes programsort felvonultató eseményt szerveztek, amely célja elsősorban a közösségépítés volt. A gyermekeknek és felnőtteknek szóló programok mellett számos előadást is hallhattak a résztvevők, emellett pedig Váncsa Gábor színművész performanszát is láthatták. A helyszínen Gulácsi Anita osztálytanítóval beszélgettünk. Hát itt az iskola berkeiben tegnap volt az ünnepünk, mi éppen ezért már tegnap megkezdtük az iskolát. Nálunk ez egy nagyon fontos esemény, a vízkereszt ünnepe, amit szeretnénk a gyerekekkel mindig megélni. Éppen ezért mi minden évben január 6-án kezdjük a téli szünet utáni tanítást. Most már hagyomány nálunk, hogy az 5. osztályosok adják elő a 3 király játékot az egész iskolának. Ez tegnap meg is történt. A mai nap pedig már a felnőtteknek szól. Gulácsi Anita kiemelte, az egyesület helyszínválasztása sem volt véletlen. A sok-sok közös pont nyomán szoros az együttműködésük. Azért is ad teret az iskolánk, mert a Waldorf iskola antropozófiai szellemiségben működő intézmény. Ez adja a mi pedagógiánk hátterét, melyet Rudolf Steinertől kaptunk. És mivel ez az egyesület is az antropozófiával foglalkozik, így a kettő összefonódik. Az ehhez hasonló események, bár bizonyos napok, ünnepek, események apropóján jöttek létre. Céljuk elsősorban az, hogy a résztvevők tartalmas és hasznos időt tölthessenek el egymás társaságában. A közösségépítés fontosságáról és arról, hogy napjainkban ez miért válik mégis egyre nehezebbé, már Molnár József számolt be. Tavaly arról beszéltünk itt, hogy a különböző kultúrákban hogyan viszonyultak ehhez a tudáshoz, amit Krisztusnak nevezünk, annak, hogy még nem létezett, vagy nem testesült meg, már tudtak róla. És egy dologról viszont nem nagyon beszélünk, hogy abban az Isten adta nép, tehát az átlag ember az hogyan jutott el odáig, hogy most ilyen individuális módon, akár te is, én is ilyenekről tudunk beszélni, mert régen ez nem volt, erre nem volt lehetőség. Tehát erről a közösség élményről, hogy most egy új lehetőségünk van, hát egy jó ideje, de talán most van itt annak az ideje, hogy tényleg közösséget tudjunk alkotni. Annak ellenére, hogy most a legnehezebb, mert olyan nehezen viseljük el egymás dolgait, és annyira nehezen értjük meg, hogy ez a paradoxon van ebben a dologban, hogy annak jött el az ideje, amit most a legnehezebb megcsinálni. A beszámolókból ítélve a közösségi események egyik alappillére, hogy az érdeklődők tartalmas előadásokon, játékos foglalkozásokon vehessenek részt. A program során erre sem lehetett panasz. Hát ugye ez egy egésznapos program, vízkereszt, tehát a Váncsa Gábor az egy színdarabban jött, a Mihály barátom az a Mikhajta közösségről szeretne beszélni, én a vízkeresztnek ennek a vonulatáról lesznek botmeres gyakorlatok. Azt kell tudni a botmerről, hogy ez a Waldorf pedagógiában ez egy elterjedt dolog, és tehát egy szociális játékos dolog. Tehát egy olyan figyelmet igénylő játékos gyakorlatsor. Most próbálom úgy megfogalmazni, hogy aki meghallgatja, ez az értse, ami nagyon arról szól, hogy együtt kell működni egy ilyen rendszerben. Tehát nem egy ilyen személyre szabott gyakorlatok, hanem csak együtt működik jól ez a dolog, és közben nagyon komoly szellemi tartalmak vannak benne, tehát nagyon jól felépített rendszer, de mégis játékos és vidám. A Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület rendszeresen szervez különféle közösségi programokat, eseményeket. Ezekre az év során minden érdeklődőt várnak.